én eddig magamat úgy ismertem, mint Csiki Anna a focista. És most egy kicsit így mélyebbre kutakodtam, és megismertem magamat, mint ember igazából is. És az, hogy mi más érdekel még a focin kívül. Nagyon sok olyan dolog, sok olyan ajtó nyílt előttem ki, amire így felkaptam a fejemet. Hogy vannak vívódásaim, hogy most már talán nem is, de hogy voltak, hogy így mindenki rámondta, hogy igen, én nem tudom, tekbolozok, és hogy milyen eredményeim vannak benne, de oké, csak hogy én amúgy nem csak ez vagyok. Most már forog? Most tényleg forog? Ez mehet az elejére. Hogy vagy amúgy? Vagy így honnan jössz most, épp hol jársz? Merre tartasz kicsit így a jelenlegi állapotodra, hogyha szeretettelsz? Hogy vagy kérdésre, most már 13 hónapja nagyon neccesen válaszolok, mert mindig így bennem van, hogy most őszintén válaszoljak, vagy csak így tudjam le a választ. Hát most jó lenne őszintén. Hát voltam jobban már, pont a szüleimmel beszélgettem tegnap este, hogy annyira várom, hogy ennek a 2023-as évnek így vége legyen hivatalosan, és elkezdjünk egy új évet, és én is úgymond tiszta lappal indítsak egy új évet, mert ez a 2023 ez azért nem úgy alakult, hogy én terveztem volna. Ugye 22. novemberében elszakadt a térdem, minden focista rémám a keresztszalag szakadás. Bennem volt egy olyan érzés, így az évek alatt nagyon sajnos nagyon sok embernek szakadt így körülöttem a csapattársaim körül, vagy környezetében a térde, és volt bennem egy olyan érzés, hogy velem ez nem fog megtörténni. És hát nagyon így fejbe vert, meg padlóra vitt, meg napokon keresztül nem tudtam enni, fogytam 6-7 kilót nagyjából egy hét alatt, amikor megtörtént, úgyhogy az ott egy nagyon rossz időszak volt. Aztán a műtét után azt éreztem, hogy jó, akkor közelebb kerülök ehhez az egészhez és visszatéréshez, és komplikációm volt, ami után nem kellett megműteni újra, de és nem is a térdemmel volt komplikációm, hanem a csípőmmel, ami miatt most már 13 hónapja sérült vagyok, és most már tényleg azt mondani, hogy amúgy közel állok hozzá, hogy visszatérjek, de még mindig nem. Úgyhogy emiatt az elmúlt 13 hónapban erre a hogy vagy kérdésre nem annyira tudtam őszintén válaszolni. De tényleg, ahogy az előbb mondtam, várom, hogy végre legyen annak az évnek, és akkor hát, ha 2024 az jobban alakul, mert igen, ezt az évet, ami nekem volt, ezt nem kívánom senkinek. De teljes körülön egyszer amúgy vagy csapattal, vagy most épp hogy vagy? Hát pont a karácsonyi szünet előtt 3 edzéssel volt az első teljes edzésem a csapattal, úgyhogy nekem ez a karácsonyi szünet, ez a lehető legrosszabb kor jött, mert így most itthon vagyok 8-10 napot, és hiába edzek minden nap, és kondizok, és járok külön edzésre, labdás edzésekre, meg minden, azért ez nem ugyanolyan, mint amikor a csapattal edzek, úgyhogy amúgy már nagyon várom, hogy visszamenjek, és január 3-ától tényleg elkezdjek edzeni, mert akkor talán van valami esélyem még idén BL-be játszani, mert nekünk január végén van még 2 BL meccsünk. Az egyik a Párizs, a másik a Real Madriddal, és hát jó lenne szerepelni valamelyik BL meccsen. De egész jól szerepel mondjuk a csapat, tehát hogy most azért pont, hogy továbbutó helyen igen. Vagytok. Szerintem ez nagyon nagy meglepetés, és egyébként mindenki így a sportsajtó az utolsó helyre várta a Hackent ebből a csoportból. Hát igen. Azért egy Chelsea, Real Madrid, Párizs és hát igen. De azért, amúgy nem tudsz, ha csak a neveket nézed, akkor nem mi hangzunk a legjobban. Hát, abszolút, igen, de amúgy nem tudsz itt már, nem tudom olyan csoportba kerülni, nem? Hát igen, én azt gondolom, hogy nagyon kérhetett, hogy szerencsére, igen. Tehát az első 16-20 csapat Európában, az most már tényleg olyan, hogy nem tudsz ilyen könnyű meccset játszani. Tehát mi is elmentünk a Stamford Bridge-re játszani a Chelsea ellen, és mindenki azt hitte, hogy kapunk egy ötöst. És leixeltünk a Chelsea-vel idegenbe. Tehát, hogy nekünk is nyilván nem a legszebb játékkal ixelünk le a Chelsea ellen, de még így is el tudtunk hozni egy pontot. Jó, hát szerintem ez alapban az szólt jót. Persze. Úgyhogy ez extra. Aha. Még kicsit sérülésre visszatérve, nem tudom, hogy láttad-e, mert amúgy most ilyen, nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy alapból ez a keresztszalag sérülés, viszont amíg fociztam, akkor nekem az volt, úristen, ez történik, én tuti abba vagyom. Abba hagytam más miatt, de na mindegy, de hogy ez ilyen, tényleg ez a rémálom kategória szerintem minden játékosnak, és hogy
Azért most nagyon, tehát van női fociban nagyon-nagyon-nagyon sok embernek ezt történik. És sajnos most már a férfi fociban is egyébként. Tehát most múlt héten Alabának szakadt el a keresztszalagja. Azért most már a fiúknál is egyre gyakoribb sajnos. És keresgélik így az okos emberek, hogy mi lehet az oka. Én szerintem tudom, hogy nekem miért szakadt el. Én 2022-ben alig 23-4 meccset játszottam összesen, és 2022-ben 46 meccset játszottam. Tehát, hogy az hatalmas dupla lényegében. És arra akartam itt reflektálni, hogy nem tudom, láttad de a Arsenal Best Med meg a Vivian Miedemannak csinált egy ilyen kis dokumentumsorozatot, és tök jó, hogy ők úgy voltak vele, hogy ez megtörtént, és akkor jó, hozzuk ki ebből a legtöbbet, és szerintem még tök sokáig elmentek, tehát hogy lehetett volna ebből egy olyan, hogy oké, bemutatjuk, de tényleg szakembereket ültettek le, meg úgy, tehát hogy szerintem nagyon kihasználták, vagy kiaknázták ezt a lehetőséget, és hogy ez valahol tök jó, attól függetlenül, hogy egy ilyen rossz dolog történik, de hogy ők ezt látják ebben, és hogy tényleg nekik már megvan az a platform, meg az a közönség, meg minden, ami ez adott, és a befogadó képesség, amit hiányolok például itthonról, hogy erről beszéljünk, az az üzenet, meg az az edukáció, amit ott ők elmondtak, és például, hát te is mondod, hogy te most már tudod, hogy az volt a baj, hogy baj, nyilván nem baj, mert örültél, hogy egész szezont végig játszottad, csak hogy amúgy elfáradtál. És hogy ott el is mondja a Vivian, hogy amúgy, hogy lehet, hogy van az a pont, amikor érzed, és a tested jelez, hogy amúgy ez már sok. Csak megvan, nem annyira figyelnek rá. Hát meg igen, meg hogy ez meg van engedve, hogy te azt tud mondani, hogy de ennyi most, volt. Aha, igen. Figyelj, most nekem lehet, hogy pihenésre van szükségem. Egyébként most, bocsánat, visszapörgetem, tehát az egóm nekem soha nem engedte volna meg, hogy én azt mondjam, hogy bocsi, most fáradt vagyok. Igen, ja. De hogy ez nyilván ez két oldalú, mert az edzőnek is ebben partnernek kell lenni, meg nekem is. Azt szeretném, hogy ez nagyon sok függ az edzőtől, és az, hogy milyen kapcsolatod van az edzői stábbal. Tehát, hogy én egyébként ugye 22. novemberében szakadtam el, november 24-én kint egy edzésen, és én 16-án még itt a válogatottal meccset játszottam. És a meccs előtt telefonáltam a szüleimmel, és mondtam nekik, hogy annyira fáradt vagyok. Tehát, hogy mind fejben, mind fizikálisan, és nem azért, mert kemény volt az előző napi edzés, vagy rossz volt az utazás, vagy valami, hanem egyszerűen az egy év alatt lejátszottam annyi meccset, mint előtte életemben soha. És éreztem magam, hogy fáradt vagyok. És Üzbegisztán ellen játszottunk, és 90 percet játszottam azon a meccsen, és meccs közben, ez nagyon gáz valószínűleg, de meccs közben azt mondogattam magamnak, hogy ne sérülj meg. Annyira fáradt voltam, nem tudtam fókuszálni már. Nem játszottam jól. Egyszerűen azt éreztem, hogy így néztem, hogy könyörgöm, ezt most először is utára mondom ki, de cseréljenek le. És utána lefújták a meccset, és egy ilyen nagy kő így lezúdult. Elvonom, megnyugodtam, hogy jó, nincs semmi. És úgy éltem vele, hogy jó, túléltem ezt az évet. Instagramra meg Facebookra ki is tettem egy posztot, hogy vége az évnek, és hogy már nagyon várom, hogy igazából feltöltődjek és pihenjek, mert tényleg azt éreztem, hogy erre szükségem van. És vissza kellett mennünk, mert nem akarták, hogy túl hosszú legyen a téli szünetünk, és ezzel vissza kellett mennünk még egy hetet edzeni. És ez egy csütörtök edzésen történt, pénteken lett volna az utolsó edzésem, és így utólag mindenki okoskodik, és így utólag én is okos vagyok, de aznap egyébként, amikor megtörtént, aznap tök jól éreztem magam reggel. És úgy voltam vele, hogy ez oké, tök jó edzés lesz, már csak két edzés, utána jövök haza, már megvoltak a tervek, hogy utazás, meg stb. Kis pihenésre elmenni. És egy olyan szituációban jött egy passz jobbról, beletettem a lábamat, és kiment a térdem. Tehát, hogy nem volt kontakt, nem volt semmi. És ez általában így történik. És egyébként visszatérve a dokumentum sorozatra, amit ők csináltak az Arsenalnál, szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy erről beszélnek. És erről beszélni kell. És pont a Female Footballer YouTube csatornára, ugye a Sipos Lilla Junior csinált igazából a saját rehabjáról egy egész sorozatot, nevezhetjük úgy. És nagyon-nagyon sok pozitív üzenet érkezett, nem csak a Junihoz, hanem nekem is írtak üzenetbe, privátba. Ez ugye még akkor volt, mielőtt én elszakadtam. És nekem nagyon sokan írtak, hogy mennyire jó, hogy csináltatok egy ilyet, és hogy mennyire nincs ilyen Magyarországon. És igen, szerintem addig nem is tudjuk ezeket, ameddig meg nem születnek. Tehát, hát igen, meg igazából, gondolunk, hogy... vagy amíg sajnos azt kell mondjam, hogy amíg meg nem történik. Mert én is végignéztem a Juninak a sorozatát,
És azt éreztem, hogy úristen, ez mennyire durva, és azt éreztem, hogy oké, most tudom, hogy akkor hogy zajlik egy ilyen, de ahány keresztszalag sérülés, annyi féle. Tehát, hogy nekem is nagyon más volt, és egyébként, amikor én elszakadtam, utána kellett egy pár hét, amíg ezt így közzé tudtam tenni, meg így meg tudtam osztani emberekkel, és akkor egyből az jött nagyon sok embertől, hogy na, akkor erről vlogolj, és hogy csináld ezt az egészet végig, és dokumentáld, és utána tedd közzé. És valahogy azt éreztem, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, hogy így annyi energiám nem volt már arra, hogy ezt megcsináljam. És így utólag viszont nagyon bánom. Mert az én rehabom ráadásul egy tökéletes példa arra, hogy milyen egy rossz rehab, hogy milyen egy nem jól sikerült rehab, milyen egy elhúzott rehab, amiben komplikáció van, amiben nem az van, mint mondjuk a Best Meet-nél, hogy 9 hónap az 9 hónap, és minden tökéletesen megy, és nem dagad a térde, és jól megy a hajlítás, és a nyújtás, és 4 hónaposan elkezd kocogni. Tehát, hogy a Best Meet-nek olyan rehabja volt, ami egy államrehab. És visszatér a pályára, és azóta jó a térde, és minden oké. De arról sokkal kevesebbet beszélünk, hogy milyen az, amikor nincs meg a 9 hónap alatt a visszatérés, amikor komplikáció van, amikor nehézségek vannak, mert amikor elszakad a térded, mindenki azt mondja, hogy oké, megműtenek 9 hónap visszatérsz. És akkor a fejedben van egy ilyen dátum, nekem szeptember 20-a volt a dátum, hogy 9 hónap visszatérek, játszok. És amikor eljön a 9 hónap, eljön a szeptember 20-a az én esetemben, és ültem egy biciklin, és bicikliztem, és azon gondolkoztam, hogy 9 hónapos vagyok, és igazából focizni még mindig nem focizok, még el se kezdtem a labdával passzolni, meg semmit se csinálni, akkor az úgy mentálisan nagyon meg tud ütni. És így utólag emiatt nagyon bánom, hogy én ezt nem vettem föl, és nem osztottam meg az emberekkel, mert sajnos nagyon sok olyan eset van, mint az enyém, és jobb lett volna, vagy jó lett volna, hogyha ezt meg tudom osztani, mert akkor együtt tudtak volna velem érezni az emberek, hogyha esetleg velük történik ez, hogy ez nem csak ő, nem csak vele történik az, hogy elhúzódik. Úgyhogy ezt így utólag nagyon bánom, de igazából most, hogy így erről tudunk beszélni, szerintem már ez is több a semminél. Azt gondolkodtam, biztos, hogy azért úgy újra értékelted a dolgokat, vagy kicsit így más perspektívából nézted akár a saját utadat, akár bármit, és most így nem, abszolút nem így az elcsépelt részére akarok kitérni, vagy bármi esmi, csak hogy úgy megfalmazódott benned, hogy oké, most Csiki Anna, vagy ez történt veled, de hogy mint focista, de hogy mint ember, vagy tehát, hogy kicsit úgy, nem tudom, esetleg más dolgok kerültek előtérbe, vagy nyilván azt az időt valamivel ki kellett tölteni, amivel te is tudtál töltődni. Mert nyilván gondolom, hogy volt a focinak a hiánya, meg mai napig is igen, még igen. Ez kitart. Tehát, hogy úgy kicsit ez a... Mert például mondok egy most, ez abszolút személyes, hogy nekem azért így voltak, vagy vannak vívódásaim, hogy most már talán nem is, de hogy voltak, hogy így mindenki rámondta, hogy igen, én nem tudom, tekbolozok, és hogy milyen eredményeim vannak benne, de oké, csak hogy én amúgy nem csak ez vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy én vagyok mellette ezer másik dolog is. És erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket te akár most így a sérülésed miatt, vagy alapból ezek így hogy dolgoznak benned? Vagy... Kicsit azt mondanám, hogy én ismertem magamat jobban így az elmúlt 13 hónapban. Tehát én eddig magamat úgy ismertem, mint Csiki Anna a focista. És most egy kicsit így mélyebbre kutakodtam, és megismertem magamat, mint ember igazából is. És az, hogy mi más érdekel még a focin kívül. Nagyon sok olyan dolog, sok olyan ajtó nyílt előttem ki, amire így felkaptam a fejemet, hogy wow, ez is létezik a világban. Mert amikor focista vagy, amikor szerintem egyébként még erősebb az, amikor külföldön játszol, akkor úgy csak a foci van, és a focinak élsz, és reggel felkelsz, reggelizel, elmész edzésre, ebédelsz, kondizol, hazamész, és utána vége a napnak, és ezt ismétled napról napra, hétről hétre is. És most, hogy így rehaboztam, és azért rehab alatt többet tudtam hazajönni, mert itthon is tudtam rehabozni, el tudtam menni Ausztráliába egy pár hétre, tehát hogy így kicsit így kinyílt előttem a világ, és igazából nagyon sok olyan dolgot csináltam, amire eddig nem volt időm, úgyhogy nagyon más embernek gondolom magam, mint mielőtt megsérültem, és azt gondolom, és abba bízom, hogy ez nekem adni fog a pályán is. Tehát sokkal nyugodtabb lettem, sokkal jobban látom most már a focit. Tehát az, hogy 13 hónapja a kispadok fölött a lelátón ülök, és csak hallgatom a taktikai megbeszéléseket, meg a videózásokat, de nem vagyok a pályán, de látom az egészet felülről. Kicsit ilyen
nem másodedző, hanem ilyen harmadedzőnek érzem magam, mert most már a csajok is oda jönnek hozzám, ha lemegyek fél időben az öltözőbe, akkor oda jönnek, hogy te mit látsz fentről, és kikérik a véleményemet, mert teljesen máshogy látom a focit most már. Uh-huh. Úgyhogy nagyon sokat adott. Nyilván mindenki ezt mondja, hogy ha megsírul az ember, és sokat van távol a pályától, akkor megváltozik, és sokat ad ez az időszak. És amúgy ez tényleg így van, de az a hiány, ami meg van most már hónapok óta így bennem, meg az, hogy nincs semmilyen olyan dolog, ami igazából adrenalint adna. Tehát nekem talán ez az adrenalin, ami nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Igen. Úgyhogy ez most egy vicces sztori, de nagyon sokat járok Vidám Parkba egyébként, mert a hullámvasutak nagyon sok adrenalint adnak. Tiszta hullámvasut, igen. Amúgy ezt most fedeztem fel, hogy én mennyire szeretek hullámvasutozni, úgyhogy egyébként Göteborgban van egy hatalmas Vidám Park, és most az elmúlt évben szerintem 6-szor vagy 7-szer voltam. Tehát, hogy így az, próbálok olyan dolgokat keresni, ami így kicsit pótolja ezt. Mert így, hogy nincs foci, az ember ilyenkor elveszi így az identitását egy kicsit. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy nem vagyok már Csiki Anna a focista, hanem most így azt érzem, hogy Csiki Anna vagyok az ember, és a focista most így háttérbe került. Hát meg az egy részed, tehát hogy az ugyanaz, hát igen, meg ott is lesz. Igen. Úgyhogy meg próbáltam lekötni magam olyanokkal, hogy például egyetemre jelentkeztem, találkozni olyan emberekkel, olyan időt szakítani olyan emberekre, akik érdekeltek, olyan könyveket olvasni, amik már régóta érdekeltek, és egyszerűen nem volt időm utazgatni, tehát hogy így családdal lenni. Úgyhogy így próbáltam kitölteni, és pont a mental coachommal beszélgettünk erről, hogy nekem valószínűleg ez az év azt adta, hogy nagyon sok játékos kiég. És pont azért égnek ki a játékosok szerintem, az az én véleményem. Mert van egy olyan mókuskerék, amiben folyamatosan benne vagyunk, 14-5 éves korunk óta. Edzésmeccs, hétvégén meccs, hétköznap edzés, utána elutazol, utána edzőtábor, utána válogatott, utána nincs semmi igazából. Van nyáron 3 hét szüneted, és akkor utána ez a mókuskerék folyamatosan pörög. Én nem éreztem azt, hogy nekem ebből elég lenne, vagy fáradnék, uh-huh, vagy valami, de így nagyon sokat beszélgettünk a mentál coachommal, és arra jutottunk, hogy valószínűleg engem megmentett ez attól, hogy túl hamar kiégek, mert én azért elég régóta űzöm ezt az ipart már, és nekem nagyon sokat adott ez az év, és feltöltött, és tényleg azt érzem, hogy így kipipáltam nagyon sok mindent a bakancslistában, úgyhogy akkor most megint jöhet csak a foci, és bízom benne, hogy a következő 15 évvel csak a foci lesz, aztán utána pipálom tovább a bakancslistát. Viszont bakancslista, nem tudom, ez mennyire onnan jött, vagy nem onnan jött, Instagram oldal, Female Football Hungary. Kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy te csinálod. Mármint azért lepődtem meg, mert hogy játékos csinálja. Uh-huh. És azért ez szerintem, ha külföldet nézzük, akkor nem a játékos csinálja, és nem a játékosnak kell kitaposni ezt az utat, de biztos, majd mindjárt elmondod, de biztos ez azért van, mert magadénak érezted, hogy de ezt valakinek ki kell taposni. Igen, ez éreztem a hiányát, mert egyszerűen nincs ilyen sajnos. És azért most már ma már a TikTok, Instagram a legmenőbb, Twitter például, de semmi ilyesmi nem volt. És az volt igazából a fő ötlet, hogy csináljak egy YouTube csatornát, ahol, uh-huh, ahol bemutatni a játékosokat, ahol csinálni ilyen beszélgetéseket, mint amit például mi csinálunk, vagy ilyen vicces challenge-eket a válogatottból, vagy nem csak a válogatottból, a klubból, bárhonnan. És amúgy ez el is indult, és felkértem játékosokat, például a Turányi Lilla csinált egyet, uh-huh, a Csiszárhenni csinált egyet, nem akarok neveket sorolni, de nagyon sokan csináltak, hogy milyen az élet a klubban. Én is csináltam, hogy milyen a Hekkenbe, Csiszi, hogy milyen az Interbe, Turi, hogy milyen Leverkusenbe is. És egyébként erre volt is érdeklődés, és volt is nézettsége valamennyire, női foci szinten volt nézettsége így a videóknak, és igazából ehhez csináltam az Instagram oldalt, a Female Footballer, uh-huh, Instagram oldalt, hogy ott híreszteljem még jobban ezeket a videókat. Aztán ez átment egy kicsit ilyen válogatottasban, mert, uh-huh, mert egyszerűen kicsit az MLS... Lett, nem? Igen, mert, uh-huh, mert az MLS eddig, most már azért csinálja, de eddig nem posztolt rólunk, mert, uh-huh, valószínűleg nem volt igény. Így nem volt kattintásra, nem volt like-ra, nem volt komment, és az MLS emiatt nem annyira posztolt rólunk, és ez volt a célom igazából, vagy az ötletem, hogy posztoljak a lányokról, vagy rólunk,
hogy tegyek képeket edzésről, meccsről, eredményekről, szóval, gólokról. Közelebb kell menni az emberekhez. Igen, mert más ötletem nem volt, hogy hogy tudnánk szurkolókat, nézőket, mert én is YouTube-on, én is nézem a holland válogatott YouTube csatornáját, az angol válogatott YouTube csatornáját, a németekét, tehát hogy olyan videókat tesznek fel, amivel a néző, még ha nem is ismeri személyesen a játékost, azt érzi, hogy megismerlek téged, azért mert rólad nézek egy videót. Igen. És utána el akarok menni a te meccsedre, mert azt érzem, hogy téged ismerlek személyesen, és akkor elmegyek a stadionba. És nekem az volt az ötletem, és mai napig én amúgy ezt gondolom, hogyha mi megfogjuk az embereket azáltal, hogy kicsit közelebb engedjük magunkhoz őket, akkor ők ki fognak jönni a meccsünkre. És nyilván nagyon sok minden kell, mert össze kell ez függön azzal, hogy hozzunk eredményeket is. És ha te gólt lősz, akkor még többen ki fognak jönni a meccsedre. Igen, ez innen. És ez innen jött ez az ötlet. De szerencsére most már az MLS kezdi átvenni ezt az egészet, az MLS Instagram oldala, és ők is nagyon sokat posztolnak most már, vagy többet posztolnak most már. Úgyhogy így én szépen lassan próbálok visszalépni, mert tényleg nem nekem kéne ezt játékosnak csinálni. Nem, de ettől folyamatosan szerintem tök jó, hogy elkezdtetted, hogy mert ennek releváns. Ez egy ilyen lökés próbált lenni, hogy legyen valami elindulva, és valamit csináljunk, mert én nem szeretem az állóvizet, és igazából a szeptemberben az erdélyi interjúm is kicsit felkavarta az állóvizet egy pár kijelentésemmel, és egyébként, meglátjuk ez után. És egyébként ennek örülök, mert nekem ez a célom, hogy egy picit kezdjenek el az emberek beszélni a női fociról, és legyen úgy témában a női foci, mert akkor többen jönnek meccsre, ha több a szurkoló, jobban játszunk, több volt rúgunk, jobb az eredmény, kijutunk EB-re, VB-re. Persze, azok az összefüggés vannak, igen. Nem tudom, talán az, hogy most ez nagyon egyszerűen fog, nem jut eszükbe ez, hogy ez van, és ide jönnek. Én ezt érzem itthon. Igen, meg nincs platforma, ahol ez meg van híresztelme, vagy reklámozva. Tehát, hogy kimész az utcára, és valakinek azt mondod, hogy na, ma játszunk, most csak mondok valamit, Belgium ellen, mert ugye februárban pont ez a meccs van, Belgium ellen játszunk, van 10 jegyem kell, nem fog eljönni, mert nem tudja, hogy kik játszanak. Ha tudná, hogy kik játszanának, akkor eljönnének. Igen. Igen, tehát titeket abszolút közel kell vinni hozzájuk, és nem tudom még, hogy nyilván úgy külföldön ez már azért ez nagyon más, elég. Persze. Igen, de mindig, akkor evezünk kicsit külföldi vizekre, aztán hát onnan egyszerűbb visszajönni, hogy tehát, hogy volt a VB, itt most el fogunk majd kalandozni nyilván a saját tapasztalat és meg saját megéléseidhez is, de hogy volt a VB, ami szerintem kimondhatjuk most a női futballnak, az volt a eddig a legimpozánsabb, legsikeresebb, tényleg mindenben rekordokat döntöttek. Tehát, hogy az egy olyan esemény volt, amit itthonról néztem, és azonnal vettem volna a jegyet, és mentem volna ki, tehát, hogy annyira durván szerintem be tudta az embereket cippantani, és mellette meg volt egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó színvonal is, hogyha most csak a focit nézzük. És azért megnézzük az országokat, mindenki valahogy elkezdett tevékenykedni, elkezdett mozgódni. Nyilván valaki előrébb járt már alapból, most gondolok itt Amerikára, bár sajnos, vagy nem sajnos, elég hamar ki is estek, de ott van Anglia, nem tudom, ott vannak a hollandok, nyilván jártak a spanyolok, őket is lehet már mondani, de hogy azért ezeket úgy kiaknázzák, hogy azt látod, hogy oké, így szerepel a válogatottunk, hát akkor persze, hogy mi megadjuk nekik azt a teret, meg azt a platformot, meg mindent, amiben ők szerepelni tudnak, és még közelebb. És most itt nyilván az eredményesség dominál valamilyen szinten, de amúgy meg, most hogyha visszatérünk, akkor meg a mindset, hogy ja, amúgy ez itt van, és tök jó, és fogyasztható, és szerethető, tehát hogy nem tudom, hogy te ezt így, nyilván te ott voltál, ezt azért tapasztaltad első kézből, hogy ezt hogy élted meg, vagy mi az, ami. És most nem feltétlenül kell itt a hazaival összehasonlítani, csak hogy mi az, ami ott jó és jól működik, ami már jól működik. Hát nagyon sok minden, ami ott jó és jól működik, és jól csinálják. Szerintem az, hogy most megint csak Svédországról tudok beszélni, azért a svéd kultúra, a svéd emberek egy sokkal nyitottabb társadalomban élnek minden szempontból. Az, hogy Svédországban a női focisták ugyanúgy el vannak ismerve, mint a férfi játékosok. Az, hogy Magyarországon sajnos, megint visszatérve, női focistaként még mindig azt
olvasod a kommentekbe, hogy maradjunk a konyhába, vagy süljünk gyereket csak, és ne csináljunk semmit. Amíg ez a mindset, ha már így mondtad, ez van, addig nehéz nagyot alkotni egyébként. De én nagyon örülök, hogy amúgy kint voltam, és megtapasztaltam azt, hogy Ausztrália azért nem a legnagyobb név úgy a női foci térképén, és nem azt mondja mindenki, hogy wow, Ausztrália a legnagyobb esélyese ennek a bármilyen tornának. Most szerintem felkerültek azért elég. Most már igen, de hogy ott is látni az, hogy egyszerűen én voltam egy, nem is tudom, Adelaide-ben azt hiszem Brazília-Panama meccsen, egy csoportmeccs, Panama játszott, oké, a brazilokkal, de hogy azt gondolná az ember, hogy mondjuk, ha megrendezik itt az MTK stadionban, akkor kimegy 3000 ember. Kint tele volt a stadion. Tehát az, hogy Ausztráliában sikerült a médiának, az emberek, a híres embereknek, a hírességeknek köszönhetően egy olyan hype-ot adni ennek a VB-nek, hogy teljesen mindegy volt, hogy ki játszott, tele volt a stadion. Az, hogy az összes ausztrálok meccsére hetekkel ezelőtt elfogytak a jegyek. Igazából nyilván, amit te mondtál, hogy dominál az eredményesség, és az, hogy Ausztrália évről évre kint van a VB-ken, folyamatosan megnyernek mindenféle ilyen kisebb tornát is. Tehát, hogy egy jó bajnokság, vagy egy jó válogatottjuk van szemkörrel az élen, aki az én véleményem szerint a világ legjobb kilencese, tízese, kilencese. Tehát, hogy nagyon sok minden kell itt összefüggjön, és az, hogy Ausztrália tudott egy ilyen világbajnokságot rendezni, az szerintem nem véletlen. De egy kicsit amúgy sajnálom, hogy ennyire messze volt, mert Margaret Kratz, a szövetségkapitány például kint volt az MLS női szakág vezetőjével együtt, úgyhogy ennek amúgy nagyon örülök, hogy elutaztak olyan messzire, de tök jó lett volna, hogyha mondjuk itt van, mint jövőre például az Olympia Franciaországba is, és el lehet menni csak Párizsig, és lehet női meccseket nézni, és ott és én biztos megyek, már megvan a nyári vakációra az úti cél, és nekem annyit adott ez az idei világbajnokság, hogy mostantól minden tornán, ha tudok, akkor ott szeretnék lenni, mert bízom benne, hogy egyszer játszani is, de amíg nem, addig legalább turistaként. Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy azt mondtad a videóban, hogy hát, hogy mennyire rossz, hogy ugye nem, nyilván mennyire rossz, és hogy például én, vagy így külső szemszögből, meg mennyire jó, hogy amúgy te ez ennyire közel vagy. Nyilván belülről teljesen máshol látja az ember. Csak hogy most azért visszatérünk, nyilván ott vagytok BL-ben, és egy tök jó csapatban, egy tök jó országban vagy, és igen, valahol meg tök rossz, hogy de mégsem tudsz ott lenni. Nekem ez azóta ennyire a szívügyem, amióta kint vagyok. Mert amióta kint vagyok, azóta napi szinten olyan játékosokkal edzek, akik kint vannak EB-n, VB-n, olimpián, olimpiai ezüstérmesek a svédek, nagyjából a csapat fele olimpiai ezüstérmes, és van olyan csapattársam, akinek az öltözőbe lóg az olimpiai ezüst érme, mert egyszerűen ez most nem ilyen, nem akarom bunkosságban mondani, de hogy neki ez annyira rossz, hogy csak ezüstérem, hogy nem is akarta hazavinni, és ott van az öltözőbe. Én egy svéd ezüstérmemet kirakom a polcra, és büszke vagyok rá. Tehát, hogy nagyon máshogy vagyunk egyébként beállítva, és nekem ez, mondom még egyszer, azóta nehéz, amióta kint vagyok, mert főleg a tavalyi évben nagyon jó szezonom volt szerencsére, és hétről hétre kezdtem, és játszottam, és jöttek a gólok, gólpasszok, és tényleg egy olyan szezont futottam, amit előtte még soha. És azok a játékosok, akik most kinti voltak a világbajnokságon Ausztráliában, mondok például, hogy mondjuk dán válogatott játékos nem játszott, mert én játszottam helyette. És ha ezt nézem, akkor tudom, hogy a képességeim alapján játszhatnék világbajnokságon és Európa-bajnokságon. De nem játszom, és még jövőre se fogok például olimpián játszani, ez már fix. De van olyan csapattársam, akinek még mindig van esélye olimpián játszani. Tehát, hogy ez nagyon nehéz igazából, mert azt érzem, hogy ez igazságtalanság. Mert én beleteszem a munkát, kint vagyok, lemondok 1500 millió dologról, és napi szinten azért küzdök, hogy jobb legyek. És azt érzem, hogy jobb is leszek, és jobbá is válok, és fejlődök folyamatosan. De nem fogok arra a szintre eljutni, mint az a csapattársam, aki jó helyre született. Jobb helyre született. Igen, tehát most itt igazából igen, kimondhatjuk, hogy itt ez a gát, de
Oké, például most a nevecske, hogyha ha más is hasonló mentalitással, hasonló úton indulna el, vagy menne, mint te, akkor szerinted én képes mindig azt lenne mondom, én mindig azt mondom, Magyarország képviselni magát bármilyen hogyha a válogatottunkból mondjuk 13, 14, 15 játékos külföldön játszana, ez a csapat bőven ki tudna jutni egy bármilyen tornára. Én ebben hiszek, mert vannak olyan játékosaink, bőven vannak olyan tehetséges játékosaink, akik de most, ha megnézzük a keretet, amúgy sokan játszanak külföldön. De nem elég, ez nem elég. Az, hogy van egy Turányi Lélánk, az extra. Van egy Csiszink extra. Hát nyilván van egy Zeller Dórink extra, van egy Kajánunk extra. De ez nem elég. Van egy Német Hannánk extra, nem akarok kihagyni. Van egy Nagy Virág, egy Fördös Trixi, de ez nem elég. Tehát a 11-en játsszák a focit. Legalább, én hát azt mondom, hogy legalább a kezdőből legalább 10 játékos külföldön kéne. Nekem ez a véleményem. És ezek a játékosok meg kell játszanak folyamatosan hétről hétre. De ha nem játszik, akkor is egy külföldi csapat, egy külföldi elit bajnokság csapatában edz napi szinten. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha elkezdenénk külföldre kimenni, és már pedig úgy tudom, bízom benne, hogy jól csiripelték a madarak, hogy most télen is lesz külföldre igazoló játékosunk, akkor azt gondolom, hogy el tudunk arról kezdeni álmodni, hogy jussunk ki a következő Európa-bajnokságra. Mert jövőre fognak kezdődni a selejtezők, így, hogy a válogatott a Nemzetek Ligájában jól szerepelt, így van esélyünk, hogy jó csoportot kapunk, hogy könnyebb ellenfeleket kapunk. Most már azt gondolom, hogy el tudunk arról kezdeni beszélni, hogy akkor jussunk ki valahova végre. De ehhez még mindig kell menjenek a játékosok, és nem az öregekkel kimenjenek külföldre, hanem aki 19-20-21 éves. Mert én magamon azt éreztem, amikor 19 évesen kikerültem, az első edzésem után felhívtam apáikat, és azt mondtam, hogy úgy érzem magam, mint aki sose focizott ezekhez képest, a többiekhez képest. Akkora volt a tempóban a különbség, és nem csak taktikailag, nem technikailag abszolút nem. A tempóban az, hogy átveszem a labdát, és egyből tovább kell passzolnom. Itthon átvettem, felnéztem, hát még gondolkoztam, adjak egy kötényt, és akkor utána tovább passzoltam. És ez a nagy különbség, és ezt válogatott meccseken is látjuk, hogy van még azért különbség, de mondom még egyszer, ha elindulnánk külföldre, akkor lehet a következő EB-ről álmodni. Kimentünk egy magyar bajnoki meccsre, igazából mindegy, hogy melyik egy csapat játszott. Néztünk egy fél időt, és egyszerűen azt éreztem, hogy nem akarnak. Vagy úgy csak úgy játszották azt a kötelező dolgot, de hogy nem volt az, hogy én most nem tudom, nyilván az egyik csapat sokkal jobban domináltam úgy, mint a másik, de vagy abban a csapatban sem volt az, hogy nem tudom, én most akkor rúgjak 5 gólt, vagy játszak egy nagyon jó meccset, vagy ilyenek. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy van egy állóvíz, van egy kötelező szint, amit hoztak, de hogy így ennyi. Uh-huh. És akkor kimentem Londonba egy Arsenal meccsre, nem is tudom már kivel játszottak, mindegy, és így olyan szinten más volt a tempó, hogy valami elképesztő. És akkor még nem beszélve arról, a körítésről, hogy még a magyar bajnoki meccsen nyilván nem is voltak annyian, és nem feltétlen támogató üzenetekkel, vagy biztatták a csapatot, addig Londonban konkrétan a kisgyerek a táblával, hogy szeretném a mezet, és kisfiú volt, tehát hogy szerintem ez is azért úgy, egy tök pozitív volt nekem legalábbis, és egyszerűen olyan kultúrája volt, és olyan szurkolótábor volt, hogy így... Úgy érezted magad, mint egy foci meccsen, nem? Aha, igen. Tehát, hogy igen, itt így is lehet. Ja. Tehát, hogy annyira kontrasztban volt ez a két élmény, és ez mind most történt, amúgy nem olyan rég, tehát, hogy most ősszel. Nem tudom, és ilyenkor azon benne, hogy passzus, nem állt. És hogy például én nem érzem azt, hogy ez hatalmasat fejlődött volna azóta, mióta például én abba hagytam. Hát én erről nem tudok igazából. Nyilván, ha szeretnék, se tudok, igen, mert tudom. Nem láttam női meccset. Egy svéd első osztályú csapat, oké, egy svéd top csapat, de nem egy Chelsea, vagy nem egy Barcelona. És akkora különbség volt, hogy ez brutál. És az, hogy mi most a BL-ben játszunk, és játszunk egy Chelsea, egy Real Madrid és egy Párizs ellen, látom a csajokon, látom
az adatokon, az elemző adatokon, hogy brutál nagy különbség van, még itt is a svéd bajnokihoz képest. Uh-huh. Tehát az, hogy Magyarországról én Svédországba ugrottam egy ekkorát, és most is még Svédországból a BLM belül még van egy különbség, az megint egy olyan dolog, hogy nekünk is van még a szemünk előtt egy olyan cél, hogy igen, mi ilyen szinten akarunk játszani hétről hétre. És a svéd bajnokság pont ezért egy nagyon-nagyon jó bajnokság, mert ráadásul az én csapatom ebből a szempontból nagyon jó, mert ez egy ugródeszka csapat. Ez egy olyan csapat, ahova a játékosok eljönnek, játszanak egy 2-3-4 szezont, és utána lépnek. Tehát nekem volt csapattársam Arsenalba, vagy Chelsea-be, Wolfsburgba, folyamatosan tőlünk visznek el a top csapatok játékosokat. Uh-huh. És ezt most nem nagy képűség, vagy nem tudom, hogy mondjam. Én azon a héten, amikor elszakadtam, én top csapatokkal tárgyaltam, és nagyon közel voltam a váltáshoz. És bízom benne, és tudom, vagy nagyon hiszek abban, hogy ez visszatérek, játszok egy jó szezont, és jövő télen uh-huh. megint meg lesznek a lehetőségek. Tehát, hogy Svédország is még egy akkora lépcső Magyarországról, hogy nekem az nagyon sok időbe telt felvenni a ritmus, uh-huh. és Svédországból még az elit, mert hiába jó csapat ez a Häcken, azért nem vagyunk egy elit csapat. Tehát ha most bejutunk a 8-ba, az egy hatalmas uh-huh. dolog lesz a klub történetében, meg úgy az egész svéd foci történetében, hogy európai top 8 csapatba bejutunk. És nyilván ez a cél, mert most már van erre esély. Tehát igazából 3 pontot kell, vagy hát igazából a Párizzsal kell legalább leixelni, és akkor megvagyunk. De hogy nagyon durva, hogy tényleg, amit megint visszatérve Ausztráliára, hogy hatalmas különbségek vannak még egyébként a magyar foci és az elit és a top futball között, ami bízom benne, hogy egyszer ledolgozható. Jön a kérdés, ledolgozható? Mert hogy ez a szakadék, ez nő. Tehát, hogy fejlődik a magyar női foci, ezt én is aláírom, ebben biztos vagyok, hogy fejlődik. És ez most itt nem csak szerintem a játék színvonalát kell nézni, hanem infrastruktúra, bármi ismit, tehát hogy ez azért kéz a kézben járnak ezek a dolgok, szóval nem az van, hogy kimész és letorolsz mindenkit közben, meg nem tudom. Nem kapsz érte megfelelő fizetést, meg ellátást, meg bármi ismit, tehát ezek biztos, hogy fejlődnek. Csak igen, amikor meg megnézed a külföldi szintet, akkor az meg azt látod, hogy még előrébb jár, és hogy... Hogy ledolgozható-e? Aha, ez a különbség, tehát hogy... Szeretném azt hinni, hogy igen. De kérdés, hogy mire szeretnénk eljutni? Hogy egy angol válogatott szintjére szeretnénk eljutni, vagy szeretnénk eljutni egy svájci válogatott szintjére, akik most már időről időre kint vannak a tornákon, és nem nagyon jutnak tovább a tornán a csoportból, de ott vannak a tornán, hogy oda szeretnénk eljutni, vagy egy angol válogatott szintjére. Nyilván. Mert hogyha arról beszélünk, hogy kijutni egy tornára, akkor azt gondolom, hogy erre van esély. Uh-huh. És ebből a szempontból jó úton járunk most már. Nyilván még nagyon sokat kell dolgozni, sokat tenni azért, és amit mondtam, külföldre kell igazolni még sokaknak, de az, én azt gondolom, hogy az most már közelebb került hozzánk. Az, hogy egy angol válogatott szintjére, az szerintem nem megvalósítható. És nem a focink miatt, hanem a közeg miatt szerintem. A magyar közeg, ahogy mondtam, nem annyira, sőt, nem befogadó a női focival kapcsolatban. És hiába hoznánk az eredményeket, szerintem elfogadottabb lenne, de még mindig nem tudnánk eljutni egy olyan szintre, mint Angliában az a szint, ahol a női foci tart. Tehát az, hogy igazából egy... Phil Neville elvállalta, nem akarok hülyeséget mondani, Phil Neville elvállalta az angol válogatott szövetségi kapitányi posztját egy 3 vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt, az itthon nem hiszem, hogy meg fog történni, hogy talán kimondhatok, hogy egy Gera Zoli például elvállaljon egy ilyen posztot, mert sajnos a női foci, én azt gondolom, hogy amíg én élek, addig ez még mindig degradáló lesz mindenki számára Magyarországon. És nagyon jó lenne, ha nem így lenne, és nagyon örülnék, hogyha ezt megcáfolnák, de az, hogy mi angol válogatott szintjére eljussunk, ha, még egyszer mondom, amíg én élek, arra nem sok esélyt látok. De az, hogy kijussunk egy EB-re vagy VB-re, az már közelebb van. Jó, de szerintem ott az el is
remélem el is tudna indulni olyan dolgok, ami... Tehát most gondolok itt arra, hogy tök jó látni, hogy ők tényleg megadják azt a platformot, hogy nem ez a legjobb szó, tehát hogy kampányokban szerepelnek. Hát az, hogy David Beckham posztol arról, hogy az angol válogatottnak szurkol, és kint van a meccseken, az, hogy Mason Mount kint van az összes meccsen, vagy Phil Foden, vagy... Tehát az, hogy ezek a játékosok posztolnak, és most nem csak az angolok, mondjuk beszélünk a németekről, Thomas Müller folyamatosan posztol a női válogatottról. És ez nyilván azért, mert eredményes a csapat, és akkor könnyebb beállni a csapat mögé, ha eredményesek. Ezt is abszolút aláírom. Viszont nekik is ugyanazt az utat szerintem végig kellett jelenni. Tehát ameddig a mostani játékosok lenyilatkozzák azt, hogy nekik ugyanúgy fiú csapatban kellett játszani az elején, mert nem tudtak női csapatban, most már ők kiharcolták azt a szintet, hogy most, aki utánpótlás korú, el akar kezdeni focizni, tud, mert megvannak azok az utánpótlás csapatok. Tehát, hogy azért nekik is megvolt, amit végig kellett járni. Szóval szerintem ezek nem lehetetlen dolgok. Igen, csak én azt gondolom, hogy az én generációm az, ami Angliában az előző generáció volt. Tehát itt Magyarországon hát igen, én azt gondolom, hogy mi vagyunk a kitaposos generáció, míg Angliában az előző generáció taposta ki az utat a mostaninak. Okay. Szerintem. És én bízom ebbe, hogy azok a lányok, akik most 10 évesek mondjuk, nekik azok a dolgok, amik nekem még nincsenek meg, az, hogy kijussak egy EB-re, VB-re minden alkalommal, az neki már meg lesz. És én pont ezért beszélek, és pont ezért próbálok beszélni, és kimondani olyan dolgokat, ami valószínűleg megsért sokakat. De én nem sértésből akarom, hanem tényleg nekem a szívügyem a magyar női foci az, hogy ezt vigyük előre, hogy azok a tehetségek, azok ne vesszenek el. Az, hogy te is, hogy abba hagytad a focit. Ez olyan ballábad volt, hogy nem szabadott volna abba hagynod a focit. Itt van egy jó ballábas. De most tényleg, tehát hogy azok a kislányok, akik most 10 évesek... Igen, de nekik kell egy jó példa, és ezek lehettek ti. De és én pont ezt próbálom csinálni, és szerencsére most már vannak még lányok Magyarországon, akik így például most egy jó példa az, hogy tudom pontosan, hogy a Csiszárháné meghívta az egész hajdonállási foci klubot az albánok elleni meccsre. És szerintem ez egy tök jó kezdeményezés. És ő kifizette zsebből a buszt, hogy feljöjjenek a busszal, és ott legyenek, és hozott szurkolókat, akik igazából csak őt nézték valószínűleg, nem a meccset, csak a Henit nézték, de ott voltak, és ezek a gyerekeknek adott egy élményt, akik utána eljönnek legközelebb, és a kisfiú meg fogja hívni a barátját is legközelebb, hogy ő is jöjjön el. És szerintem ezek azok a kezdeményezések, meg az, hogy én elhatároztam, hogyha visszatérek, minden egyes meccsem után kidobom a mezemet, és kiadom a mezemet valakinek. Mert az valakinek lesz egy emlék, amit utána kirak a falra, vagy berak a fiókba, de utána megmutatja a barátnőjének, aki szintén eljön egy meccsre. És én azt gondolom, hogy mi kell elkezdjünk közelebb kerülni az emberekhez, ahhoz, hogy ők utána eljöjjenek a meccseinkre. És megint visszakanyarodtam oda, ahol elkezdtem, de hogy nyilván eredmény kell, de közben mi is kellünk ahhoz, hogy itt valami változást hozzunk. És tényleg nem akarok senkit megbántani, de ezt az állóvizet fel kell kavarni, valamit kell, tenni kell, mert én nem szeretném, hogy ez így maradjon, és szerintem sokan mások sem. Szerintem ez egy jó zárása volt a beszélgetésünknek. Hát én ezt köszönöm szépen. Hát én köszönöm. Extra volt. Mm-hmm.